nem mindennapi alkalom. A 7. kerület újból szépül. Mi történik itt? Felújítottuk ezt a gyönyörű szép termet. Hogyha ott megnézzük, ott az 50 éve körülbelül le volt zárva az a felső rész. Most egy nagyon szép kis karé van, ahonnan le lehet látni. Megnagyobbodott a helyiség, megszépültek az ólomüvegek, ki lett cserélve a fűtési rendszer. Erzsébet város egy olyan kulturális létesítménye lett most megint gazdagabb, ami arra predesztinálja, hogy itt valóban egy komoly kulturális élet folyjon. Ki mindenkinek fog otthont adni ez az új létesítmény? Itt ugye lesz néhány olyan helyiség, amit a civilek megpályázhatnak az éves működésükhöz. Működik alattunk itt egy televízió, és itt meg mindenféle kulturális rendezvény, az erőműháznak a kulturális rendezvényei, táncházak, kiállítások, konferenciák, egyéb irodalmi körök, tehát minden, ami a kultúrához hozzátartozik, az itt helyet fog kapni. Azt akarja mondani, polgármester úr, hogy ez a kerület nem csak a romkocsmák kerülete, hanem a lakók kerülete is? Mindig is az volt. A romkocsmák ugye néhány éve felfutóban vannak, de ez a kerület alapvetően lakóké, és azért a kulturális örökségé, amit Erzsébetváros jelent most már immár 135 esztendője. De polgármester úr, azon gondolatairól vagy készülő rendeletről mondani, amiben korlátozni fogja a romkocsmákat, és inkább kulturális helyiségeket hoz létre. Rengeteg olyan rendeletet hoztunk már még az elmúlt években, ami a romkocsmáknak a továbbterjedését korlátozza. Hát a körúton túl már zárvatartási rendelet van érvényben néhány éve, a körúton belül pedig azok a teraszok, amelyek működni szeretnének 10-11 óra után, azoknak a helyi társasháztól kell engedélyt szerezniük erre. Tehát rengeteg lépésünk volt ebbe az irányba. Költünk a köztisztaságra, a közbiztonságra, ablakcsere programot hirdettünk, tehát próbálunk enyhíteni ezeken a problémákon. Kétségkívül, hogy még van feladatunk, de mint látszik, kultúrára áldozunk, az emberekre áldozunk, és azt gondolom, hogy a kerület szépül, épül és fejlődik. Gratulálunk az új létesítményhez, és töltsék meg sok-sok vendég. Köszönöm szépen.